Üdvözlöm Önöket! A Heti TV híradóját látják. Főbb híreink röviden. Politikai döntésnek tartja az igazságügyi miniszter az Európai Unió Bírósága által szerdán ismertetett döntést. Az állam élni fog azzal a jogával, hogy maga jelölje ki a benzinkút működtetőjét azokon a helyeken, ahol bezárás miatt nem lehetne 5 kilométeren belül üzemanyagot venni, közölte Gulyás Gergely. Matan Kahana vallásügyi miniszter azt fontolgatja, hogy engedélyezi az izraelieknek, hogy polgári házasságkötéseket tartsanak külföldi diplomáciai képviseleteken Izraelben. Március 5-től eltörlik a koronavírus járvány megfékezése érdekében életbe léptetett korlátozások többségét Ausztriában. Kávéjó Koliné Bori vagyok, belföldi híreink következnek. A magyar kormány Hungary Helps programjának célja az üldözött keresztények megsegítése és a migráció megelőzése humanitárius támogatással. A program további célja, hogy más országok kormányait is a világon üldöztetés szenvedő több százmillió keresztény ügye mellé állítsa. A Brazília és Magyarország humanitárius együttműködéséről szóló egyetértési nyilatkozat február 17-i aláírásával tovább bővül ez az együttműködői kör. A dokumentumban a két ország kormánya hitet tesz a migráció helyett a helybe vitt segítség elve, valamint a világ legüldözöttebb vallási csoportjának megsegítésének szükségessége mellett. Az együttműködés lehetőséget nyit az erőszakos támadásokat elszenvedő keresztény közösségek közös támogatására, valamint a humanitárius gyakorlatok megosztására. Erzsébetvárosban egyre kaotikusabb a helyzet. A lakók nem ezt szokták meg 2010-2019 között, mondta Veres Zoltán önkormányzati képviselő, a Fidesz frakció vezetője a Heti TV Pirkada című műsorában. A politikus elmondta érzékelhetően szemetesebbek az utcák, arról nem is beszélve, hogy a városvezetés kampányígérete, mely szerint rendet tesznek a Buli negyedben, valamint egy kulturális centrumot hoznak itt létre, nem fog megvalósulni. Már a közelmúltban a polgármester sajtótájékoztatót tartott a kultúrnegyed terveiről, de Veres Zoltán szerint ezek csak szavak, a tettek hiányoznak mögülük. Már csak azért is, mert semmilyen jel nem mutat arra, hogy itt valóban terveznének valamit. Olyan szimbolikus épületek kerültek idegen kézbe, mint például a Veselényi utca 17, jegyezte meg a politikus. Ha nincs meg az alapja, nincs meg a kulturális tér, ahol egy ilyen negyedet felépítenének, akkor ott tényleg csak szavak vannak. Tettek nem, mondta Veres Zoltán. Újabb fronton támadják a magyar gyermekvédelmi törvényt, írta Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook oldalán. Az ENSZ emberi jogi tanácsa 5 évente minden állam emberi jogi helyzetét megvizsgálja, most többek között Magyarországon van a sor. Ebben az amúgy rendkívül átpolitizált folyamatban minden állam ajánlást tehet a vizsgált országnak, közölte a miniszter. Hozzátette, Magyarország a sok pozitív visszajelzés mellett több olyan ajánlást is kapott, amelyben nyíltan támadják a nyáron elfogadott gyermekvédelmi törvényt. Hatályon kívül helyeznék a törvényt arra hivatkozva, hogy az megtiltja az LMBTQ propaganda népszerűsítését kiskorúak körében. Olvasható Varga Judit Facebook oldalán. Az egyetemek autonómiájának visszaállítását ígéri az LMP frakció vezetője az ellenzéki pártok választási győzelme esetére. Keresztes László Lóránt válságosnak nevezte a magyar felsőoktatás helyzetét, és az elmúlt ciklus egyik leggyalázatosabb intézkedéseként értékelte a felsőoktatási modellváltást, mondván azzal a kormány a teljes magyar felsőoktatást kiszervezte és politikai irányítás alá helyezte. Szerinte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter nyomásgyakorlással próbálta rávenni az egyetemek vezetőit a modellváltásra, és ez tetten érhető a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem esetében, amely az elmúlt évben mindössze 2 milliárd 7 millió az egyetem méretét, súlyát és a hallgatói létszámát tekintve irreálisan alacsony fejlesztési forrást kapott. Külfölddel folytatjuk. Izrael üzenetet küldött az orosz kormánynak, amelyben világossá tette, hogy segítségre lenne szüksége az izraeli állampolgárok és diplomaták evakuálásához Ukrajna megszállása esetén, nyilatkozták vezető izraeli tisztviselők a Valla híroldalnak. Eddig csak mintegy 3000 izraeli hagyta el Ukrajnát, és a becslések szerint mintegy 10 000 izraeli maradt az országban. Az a tény, hogy Izrael ilyen üzenetet közvetít Oroszországnak, azt jelzi, hogy Jeruzsálem nagyon komolyan veszi az Ukrajna elleni orosz invázió forgatókönyvét. Alon Uspitz, a külügyminisztérium főigazgatója szerdán adta át az üzenetet egy telefonbeszélgetés során Mihail Bogdanov külügyminiszter helyettesnek.
A telefonhívás a hét elején Bogdanov és Izrael orosz nagykövete Alex Ben Tzvi találkozóját követte. Egy vezető izraeli tisztviselő szerint Izrael biztos akar lenni abban, hogy Ukrajna orosz inváziója esetén humanitárius folyosók álljanak rendelkezésre állampolgáraiknak és diplomatáinak szárazföldi, szomszédos országokba vagy légi úton történő evakuálására. Franciaország európai szövetségeseivel együtt befejezi katonai műveleteit Maliban. 4-6 hónapon belül kivonja katonáit az afrikai országból, és a terrorellenes missziójának fókuszpontját Maliból Nigerbe helyezi át, jelentette be Emmanuel Macron francia elnök. Franciaország 4300 katonát állomásoztat jelenleg a Száhelövezetben, hogy támogassa az ottani hatóságok iszlamista terrorizmus ellen folytatott küzdelmét. A Barkhane hadműveletben 2500 francia katona vesz részt, illetve szintén Párizs vezetésével működik a Takuba elnevezésű terrorellenes művelet is, amelyhez több más európai ország is csatlakozott. A francia államfő leszögezte, teljességgel elutasítja azt, hogy kudarcnak minősítsék a francia szerepvállalást Maliban a kivonulás miatt, amelyre az országot 2020 óta irányító katonai kormányzat hozzáállása miatt kényszerülnek. Miután Franciaországnak nem az a szerepe, hogy szuverén állam helyébe lépjen a csatatéren, ebben a helyzetben logikus lépés a kivonulás, mondta a francia elnök. Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter a minszki megállapodások súlyos megsértésének minősítette a csütörtöki Donyec-medencei tüzérségi támadásokat, amelyeket szerinte a Moszkva által támogatott szakadár erők hajtottak végre ukrán ellenőrzésű települések ellen. Felszólítjuk minden partnerünket, hogy haladéktalanul ítélje el a minszki megállapodások Oroszország általi súlyos megsértését, amelyet az amúgy is feszült biztonsági helyzet közepette követett el, hangsúlyozta a tárca vezető a közösségi oldalán. Az ukrán Egyesített Erők parancsnokságának közleménye szerint csütörtökön tüzérségi támadás érte a Luhanszk megyei frontvonalnál fekvő ukrán ellenőrzés alatti Stanitsia Luhanszka települést. Nehéz tüzérségi lövedékek csapódtak be egy óvodába és egy vasútállomásba is. A település felében megszakadt az áramellátás. Az előzetes információk szerint két polgári személy szenvedett könnyebb sérüléseket. Az ukrán katonák a településen haladéktalanul menedékhelyre menekítették a civil lakosokat. Egymásnak teljesen ellentmondó információk jönnek az orosz, illetve amerikai érdekszférából azzal kapcsolatosan, hogy most elindult-e a deeszkaláció Ukrajna térségében. Sikerül-e biztosan elkerülni a küszöbön álló háborút? A Kreml azt állítja, hogy elkezdték a csapatkivonást a térségből, de a NATO és a nyugati országok kormányai nem hisznek nekik. Közben összecsaptak a Donyec térségét uraló orosz ajkú lázadókkal az ukránok, a nyugati médiában pedig azt pedzegetik, hogy Oroszország mindössze háborús ürügyet keres. Vlagyimir Putyin orosz elnök nyíltan kijelentette, Oroszország nem akar háborút, tárgyalni szeretne Amerikával és a NATO-val. Megérkeztek Szlovákiába az első amerikai katonák a Saber Strike fedőnevű hadgyakorlatra szerdán a késő éjszakai órákban. A Csehországból érkező konvojt a cseh-szlovák határon tiltakozók csoportja várta, jelentette a szlovák Markíza kereskedelmi televízió hírportálja. A portál jelentése szerint az autópályán érkező katonai konvoj egy határátkelő lépte át a szlovák határt, majd egy másikon lévő légibázison folytatta útját. A hírben hangsúlyosan idézték a szlovák védelmi minisztérium korábbi közlését, miszerint az amerikai csapatok részvételével tervezett hadgyakorlat nem tartozik azon intézkedések sorába, amelyek az aktuális ukrajnai biztonsági helyzetre reagálnak. Több egymást megerősítő médiaközlésben is beszámoltak arról, hogy az amerikai konvojt a határon tiltakozók csoportja várja. Andrej Danko, a szlovák parlament előző elnöke, a Szlovák Nemzeti Párt vezetője, aki maga is részt vett a tiltakozó akcióban, a közösségi médiában megjelent posztjában néhány száz tiltakozót említett. A Rosszatomhoz tartozó Atomflot nukleáris jégtörő flottájának univerzális jégtörő hajója, a 22-220-as projekt számú Arktika a kelet-szibériai Peve kikötőjéből indulva, kelet-nyugati irányba haladva először vezet át hajókat a vastag jéggel borított Kara-tengeren. Korábban a vastag jég miatt novemberrel lezárult a hajózás ezen az zord viszonyok uralt a tengeren. A Polar King és az Ingenieur Trubin elnevezésű hajókból álló konvojt kísérőként egy orosz dízel-elektromos meghajtású jégtörőhajó, a kapitán Dranyicin is segíti a február 9-én kezdődött átkelésben. Végül egy gazdasági hír.
Elképzelhetőnek nevezte a villamos energia áfájának csökkentését Ausztriában Gabriel Felbermayer, az osztrák gazdasági kutatóintézet elnöke. A Salzburger Nachrichten című lapnak azt mondta, hogy az áramot terhelő általános forgalmi adó 20%-ról 10%-ra csökkentésének látná értelmét, a gázáfáját viszont változatlanul hagyná és nem tartja szükségesnek az energiaárak általános adó csökkentését sem. Az energiahordozókra kivetett adó nem olyan tétel, amellyel az ember jójózik, hol felfelé, hol lefelé, az aktuális piaci helyzettől függően, jelentette ki. A szinte minden háztartás számára biztosított energiaköltségbónuszt locsolókannás elosztásnak nevezve bírálta. Az emelkedő villamosenergia és gázárakat nem lehet szubvenciókkal nem létezővé tenni, mondta a gazdasági kutatóintézet vezetője. Híreinkről bővebben a hetitv.com, illetve a brayerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, maradjanak velünk, hiszen következik az időjárás jelentés. Ma borongós idő és élénk légmozgás ígérkezik. A Dunántúlon jelentősebb, az ország keleti, északkeleti felén csak kisebb eső várható. Estére mindenütt megszűnik a csapadék. A hőmérséklet jellemzően plusz 2, plusz 12 fok között várható. Köszönöm figyelmüket, további jó hétvégét kívánok, viszontlátásra!